Elkészült, sziasztok! Hát gyerekek, hosszú hónapok megáltalkodott munkája árán, de most már azért nyugodt szívem mondhatom azt, hogy elkészültünk. Egy olyan 95%-os készültségben van az épület, tehát erre az évre befejeztük ezt a videósorozatot. Még jövő évben lesz egy update videó róla, hogy amikor minden teljesen 100%-osan elkészült. Van még hát a néhány szegőzés, meg festés, csiszolás. Kis apróságok vannak még hátra, de már ebben az évben több nem fog beleférni, úgyhogy sajnálattal közlöm veletek, hogy ez a videósorozat ezzel a résszel véget ért. Köszönjük szépen a rengeteg megtekintést, tehát az elmúlt 6 részt az kb. 170 ezer megtekintés övezi, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sokan láttátok a videóinkat, és hogy tetszik, amit csinálunk, rengeteg komment érkezett, meg megkeresés az építkezés kapcsán, folytán, elején, közepén, végén folyamatosan tanácsokkal, észrevételekkel, felajánlásokkal, nagyon-nagyon sok minden érkezett, nagyon szépen köszönjük ezt nektek. Illetve siker az, hogy megcsináltuk a nulláról. És elkészült. A nagy része az mind bontott anyagból készült el. Egyedül ami pénzbe került, az a betonozás volt, mert azt nem lehetett más módon kivitelezni, illetve a vászszerkezetből két szelement kellett megvásárolni, illetve a külső borításnak a deszkát kellett megvásárolni. Minden más többnyire adott volt az építkezéshez. Tehát minimális költségekkel tudtuk ezt megépíteni, de így is olyan 3-400 ezer forint edukált a költség. Úgyhogy erre az évre teljesen elég is volt ennyi kiadás. Úgyhogy jövőre folytatjuk. Úgyhogy még annyit, hogy akkor nézzetek meg velünk körbe, hogy akkor most hogy is néz ki az épület. Így van. Nyertek velünk. Akkor ezt nézzük meg kívülről. Hát szemből látjátok a kis tulipán mintás, kis díszítéses, kis faragott csúcsdíszes kis kilakítást, szépen lefestve. Ajtó fölrakva, igaz, hogy színben annyira nem stimmel hozzá, de most nem akartok azt, hogy most lecsiszolni teljesen fáj, újra kenni, mit tudom, nagyon sok macera, úgyhogy hát szinte jó is. Egy kis eltéréssel hasonlít rá, úgyhogy ezt a bontott ajtót vasaltuk föl, úgyhogy célnak megfelel, lehet zárni, úgyhogy tökéletesen jó lesz. Ablakok szempontjából is minden bontott, ahogy láttátok a előző részekbe, hogy ablak szány, aminek ungropán üvege volt, szépen leváltuk róla a marásokat, és így fix ablakként lett beépítve az épületbe. Itt van egy kis oldaltároló, ahol majd későbbiekben majd fa lesz tárolva, most egyelőre minden is. Igen. Minden is. Most vannak brikettek, berakva a szállításképpen. Igen, tehát itt van most olyan helyünk, ahol lehet az esvelől védekezni, úgy tud szaladni a briket. Egy kis kertből hazahozott gyújtósnak, galjak, állnak, ilyesmi. Szerszámok, meg bak, ilyesmi. Szerszám. Itt a kifolyó, igen. A kifolyója az isnek. Hát itt egy vödör van, és akkor ebbe szépen egy ember bent, egy ember kint egyelőre, és akkor így lebírok engedni az isbe lévő kifőtt cepét, illetve alszesz. Későbbiekben ez még változni fog. Más módszeren fogjuk ezt megoldani, de egyelőre ez most így működik. Jövőre, ha annak lesz annyi humora hozzá, akkor ás egy óriási nagy gödröt, amit majd elfedünk egy fedővel, és akkor egy az egybe nem kell hozzá két ember, hanem csak bent nyitom a csapot, és akkor szépen majd belefolyik a gödörbe, ott már komposztálódik, és akkor ez majd később ebből föl lesz használva, mit tudom én, kertbe, komposztnak, meg itt majd valamire. Továbbá. Menjünk hátulra. Továbbá. Föl lesz szerelve a kémény, látjátok, hogy megfelelő távolságra van magától a faltól, tehát hogy még véletlenül se tudja megugodni semmit. A maga a cső körül van egy betoncső, a betoncső és a fémcső között ki van töltve hőálló anyaggal,
illetve még kapott egy betonítlapot kívülről is, hogy esélyt se adjunk azt, hogy fölgyújtsuk az épületet. Igen, kapott két merevítést. Igen, tehát ez egy elég jó masszív, kapott egy saját gyártású Herbert féle esővédőt is rá. Ami még hiányzik a két oldaláról a csatorna, de mivel annyira kiengedtük magát a túllógás, hogy a fal nem tudázni, úgyhogy ezt áttoljuk jövőre ennek a felszerelését, az is lehet, hogy még lesz oda egy ilyen kis bejelentkezésünk, hogy feltözzük a csatornát az épületre, illetve kívülről még a ablakoknak a szegélyzése lesz még, megértve a négy sarkat az épületnek le kell majd még szépen szegni. Igen, a szegőzések. De ez már mind csak ilyen esztétikai dolgok lesznek. És apróságok. És akkor így néz ki az épület oldalra. Ugye az ablak felüli oldal. Hát azért mit nem mondjak, elég impozáns lett. Hát ahhoz képest, hogy itt még tavasszal egy ilyen komposztálós gödör volt, ahhoz képest összeraktuk azért. Ja. Nem volt egyszerű. Egy távolabbi képet nektek, lássátok, hogy milyen ebből a szemszögből. Jó lett, azt mondom. Ja. Házasságkötőteremként ki lehet adni későbbiekbe. Igen. Akinek esetleg kedve támad összekötni az életét a pálinkával, vagy a párjával, az itt már megteheti. Az itt megteheti. Időközben még egy betont húztunk ide a épület elé. Járdát. Egy kis járdát, hogy itt ne a sába kelljen tipegni tapost itt a téli időszakban. Ennyi beton, vagy ennyi soder kimaradt. Vettünk még hozzá kicsit cementet, és akkor pont minden nullára elfogyott. De innen folytatjuk ma jövőre, mert egész a pálinka főző épülettől a teraszig lesz egy járda húzva, és amikor esős időn, akkor ne a sárba kelljen majd tapiszkolni. Így van, és így néz ki. Nézzétek meg! Hát mi nem húztuk le a szélét, ilyen lekerekítve mindent, tehát annyira nem. Hát annyira nem. Nem érdekes. Nézzük még meg bentől az épületet. Nem minden. Világításunk is, drága barátunk Jövoltából, akit nevezünk most Zolinak. Szervusz Zoli! Zoli a kemény, ő megcsinálta. Úgyhogy így néz ki belülről az épület. Redő lamella borítás, illetve redő lamella szegő lett beépítve és felszegelve. Világítás, illetve a csomópontok, valamint konnektorok, egy, illetve kettő, valamint van még egy hátul, az üst mögött, az pedig majd a szivattyút. Igen. Fogja kezelni. Lesz itt még egy pár átalakítás, meg módosítás, meg mit tudom én, de azt majd jövőre majd meglátjátok. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok itt hónapokon keresztül az építkezés folyamán. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis sorozat. Tetszett, mindenkinek jó egészséget kívánunk és hasznos munkát továbbiakban is. Így van. Sziasztok! Sziasztok.